Hivatalosan is kezdeményezte Nagy-Britannia az Európai Unióból való kilépést, 2 év múlva szűnhet meg a tagság. Megszűnhet a Soros György által alapított nemzetközileg is elismert Közép-Európai Egyetem egy törvényjavaslat miatt. Összefogna az ellenzéki pártokkal az Együtt, azonban több párt sem akar együttműködést, a Párbeszéd később dönt. Csaknem 38 millió forint bírságot szabtak ki 2 hét alatt a főváros egyik kereszteződésében, a pénzt behajtják. Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 6 óra, Kortóth Géza vagyok. Hivatalosan is kezdeményezte Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból Theresa May. A brit miniszterelnök ugyanis aláírta a lisszaboni szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló levelet. A következő 2 évben tárgyalják meg az uniós vezetőkkel a brit kilépés feltételeit, az Egyesült Királyság uniós tagsága így 2019. márciusában szűnhet meg. Ehhez azonban a 27 uniós tagállam hozzájárulása is szükséges. A brit kormányfő várhatóan délután jelenti be hivatalosan is a parlamentben, hogy a levelet elküldte Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének. A kiszivárgott hírek szerint a következő 2 évben a Szigetország minden lakójának érdekeit, beleértve a külföldi állampolgárokat is képviselik a tárgyalásokon. Megszűnhet a Soros György által alapított Közép-Európai Egyetem, állítja az intézmény rektora. Egy tegnap benyújtott törvényjavaslat szerint ugyanis csak olyan külföldi egyetemek működhetnének Magyarországon, amelyről nemzetközi szerződést írtak alá, számolt be róla a hvg.hu. Bár a javaslat nem említi meg külön a CEU-t, a portál szerint egyértelmű, hogy rá vonatkozik a szigorítás. Az intézmény rektora már tegnap írt egy levelet az oktatóknak és a hallgatóknak, amelyben úgy fogalmaz, itt az idő, hogy közösségünk összetartson és megvédje az egyetemet. Mint írta, a CEU egy büszke magyar egyetem, amely egyébként évente 1 milliárd forint adót fizet a költségvetésbe. Mára egyébként egyetemi gyűlést hívtak össze. Nyár elejétől csak nem a duplájára, 9%-ra emelni a kormány a reklámadót. Az unió által is kifogásolt törvényben azonban a módosítás után sem változnának a kritizált szabályokon. Vagyis a kisebb cégeknek, amelyeknek az adó alapja nem éri el a 100 millió forintot, továbbra se kellene reklámadót fizetniük. A fölött viszont 9% lenne az adó mértéke, a mostani 5,3% helyett. A szaktárca szerint a brüsszeli döntés ellenére sem kérnek közteherviselést azoktól, akik korábban reklámadómentességet kaptak. A saját célú reklám közzététele nem lesz adóköteles. Nem vonják vissza, így továbbra is vizsgálják Brüsszelben a Lex Heinekent, mert hogy több pontja is uniós jogszabályt érint. Hósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, az, hogy megállapodás született a Csíkisör és a Heineken között Romániában, nem befolyásolja a kormányt abban, hogy megtiltsa az önkényuralmi jelképek használatát. Hósa Lajos nem akarta kommentálni az ATV.hu korábbi információját, amely szerint egy neve elhallgatását kérő kormányzati szereplő azt mondta, hogy az új szabályozás nem vonatkozik majd a Heineken vörös csillagára. Ilyenkor mindig nagyon óvatos vagyok, mert a legnagyobb baromságok általában neve elhallgatását kérő politikai szereplőt szoktak megjelenni, mert ugye ott nincs kockázat, mert neve elhallgatását kérő forrásomat nem jelölöm meg, azt mondok, amit akarok. Új ellenzéki együttműködést sürget az Együtt elnöke. Juhász Péter minden ellenzéki párttal összefogna, aki szemben áll a 2010 előtti baloldali világgal. Az iránytű intézet kutatása szerint az 5%-os támogatottsággal bíró Momentum, csak úgy, mint az LMP és a kétfarkú kutyapárt, nem akar pártpolitikai együttműködést. A Párbeszéd pedig majd a taggyűlésen dönt a kérdésről. Nettó kétpárti múlti következménye volt. A pártok gazdasági és politikai összefonódásban irányították az országot 2010 előtt. Ezzel a világgal számolna fel Juhász Péter. Az Együtt elnöke közös választási listát és jelölteket szeretne az LMP-vel, a Párbeszéddel, a Momentummal és a kétfarkú kutyapárttal. Ennek megfelelő formája az én véleményem szerint az MSZP-DK egy listára kerülése, illetve a szövetségeseik egy listára kerülése, illetve egy másik, egy új pólus listájának a megvalósítása, amely a 2010 utáni világot képviseli.
Az összefogás őszelejére jöhet létre Juhász Péter szerint. A Momentum azonban nem pártokkal, hanem az emberekkel keresi a szövetséget, ezért pártpolitikai együttműködést nem tart elképzelhetőnek a pártelnöke. Az ügynökakták kérdése, amelyben nyilvánvalóan például az LMP valószínűleg egyetért velünk, a Jobbik egyetért velünk, együtt is biztosan egyetért velünk. Úgy, ügyek mentén mi bárkivel együttműködünk, ha van egy tényleg az egész társadalom számára fontos ügy, téma, de ez nem politikai szövetséget jelent. Hasonló a véleménye az új pólusról az LMP-nek is. Ungár Péter elmondta, Paks 2 ügyében összefognának, de mandátumokról nem akarnak egyeztetni az együttel. Azok, akik a következő egy évet azzal szeretnék tölteni, hogy különböző hatalomtechnikai megoldásokat kínálnak a választóknak, és listákról és mandátumokról beszélnek, azok Orbán Viktornak tesznek egy jelentős szívességet. A kétfarkú kutyapárt csak olyan pártokkal dolgozna együtt, amelyekkel legalább részben egyezik a programjuk. Semmiféle hegyépítésről, vagy ingyensőről, vagy örökéletről nem hallottam ezeknek a pártoknak a programjában. Ellenben léteznek ilyen pártok az univerzumban, tehát a Siriusi Sörpárt, vagy a Ganymédeszi Galaktokolonialista párt, el tudom képzelni, hogy szövetkeznénk valamikor. A Párbeszéd áprilisi taggyűlésén dönt arról, lesz-e összefogás. Szabó Tíme az Indexnek úgy fogalmazott, minden olyan stratégiát támogatnak, ami a választók bevonását, a kormányváltást és a politika megújítását segíti. Ez az új baloldali ellenzéki szövetség az olyan, mint az utolsó megakoncert. Kósa Lajos megmosolyogtatónak találta az összefogás ötletét. Kábítószer szabadság biztos nem lesz Magyarországon, akármilyen pártformációban szorgalmaz ez Juhász Péter, mi a drogok használatát élesen ellenezzük. A Fidesz frakció vezetője egyúttal gratulált és sok sikert is kívánt az új formációhoz. Az MSZP elnöke úgy reagált, akkor van esély igazán a győzelemre 2018-ban, ha közösen indulnak az ellenzéki pártok, a Fidesz és a Jobbik ellen. Molnár Gyula Sopronban azt mondta, közös miniszterelnök jelöltés, közös lista kell a siker érdekében. Ahogy fogalmazott, aki mást javasol, az nem akar igazán nyerni. Az Együtt által felvetett ellenzéki együttműködés egyelőre csak egy koncepciófelvetés volt. Nincs még itt az ideje az összefogásnak. Ezt mondta Juhász Péter az Egyenes beszédben. A párt elnöke szerint, aki zsigerből elutasítja a javaslatát, az a pártja építését fontosabbnak tartja, mint a nemzet érdekét. Azt is mondta, ha őszig nem jön létre a választók által elfogadható ellenzéki koncepció, akkor megint kétharmadot szerez a Fidesz. Én mindenféle együttműködésnek híve vagyok, a Párbeszéddel is, igen, hogy ők jönnek szívesen és együttműködnek, persze, hogy igen, aki durcásan elvonul és nem működik, az meg nem, semmi bajunk nem lesz, mosolyogva fogjuk tűrni ezt a dolgot, csak nem hiszem, hogy a választóknak a szimpatikus lehet. Dembski Gábor lebukott a 4-es metró beruházása ügyében, ezt mondta az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke. Szerinte ugyanis kiderült, hogy a volt főpolgármester a kabinetén keresztül kampány céloknak megfelelően irányította a metróépítést. A BKV volt vezérigazgatója, Abba Botond pedig arról beszélt, hogy óriási volt a nyomás a metróberuházáson, mert, mint mondta, a politikusok az önkormányzati választásokhoz igazították a munkafolyamatot. Hajlandó vagyok bármilyen vagyonosodási vizsgálatnak magamat és a családtagjaimat is alávetni. Szinte ezzel a mondattal kezdte bizottsági meghallgatását a BKV egykori vezérigazgatója, aki 2006 végéig irányította a céget. Abba Botondot nem a fideszes elnök, hanem az MSZP-s alelnök kérdezte a korrupcióról. Azt mondta, hogy semmilyen korrupcióról nem tud. Hát szeretném, ha megerősíteni még egyszer, hogy tudomása szerint volt-e tudomása egyáltalán arról, hogy az ügyek kapcsolatban valamilyen korrupciónak a gyanúja felmerült, amíg ön vezérigazgató volt? Minden idők legnagyobb korrupciója. Tisztelettel nem tudok erre igennel meg nemmel válaszolni. Én azt tudom, amit az OLAF jelentés leír, nem állítja, hogy korrupció történt, hanem azt állítja, hogy korrupció lehetősége fönnállt. Dembski Gábor politikai zászlós hajója volt ez a beruházás. A bizottság fideszes elnöke szerint az egykori főpolgármester kampánycélokra használta a metró beruházást. Abba Botond azt is mondta, utasításba kapták, hogy az önkormányzati választásokig el kell indulnia a fúrópajzsnak. A városháza vezetésnek az volt a célja, hogy ez a projekt, mint ahogy a többi másik, 2-3 is, önkormányzati választásokig legalább megkezdődjön. Ez egyúttal az én személyes sorsomat is jelentette, mert már 2006 áprilisában Dembski úr megüzente, hogy
nem kíván velem együttműködni. A BKV volt első embere azt mondta, az Olaf jelentésben szereplő 59 milliárd forintos bírság jó része vitatható. A Fidesz szerint több milliárd forintos kötbért kellett kifizetni a kampányhajrá miatt. Minden döntést csak is kizárólag az befolyásolt, hogy Demszky Gábor választási kampányához és az MSZP-SZDSZ fővárosi közülési többségének megtartásához látványos előrehaladást érjenek el. Jó néhány milliárd forintot kötbérként azért kellett fizetnie gyakorlatilag közpénzekből Magyarországnak a magántársaságok részére, mert nem volt előkészítve a főpolgármesteri hivatal részéről a terület, nem voltak végrehajtva a szükséges lépések. A legfontosabb érdemi információ, ami kiderült, hogy Demszky Gábor főpolgármester, volt főpolgármester, kabinete intézte a metró beruházást közvetlenül. A gazdasági bizottság következő ülésén a DBR metró korábbi vezetőjét hallgatják meg. Közben megint nem jár az új orosz metró, ezt írta a Metróért Egyesület a Facebookon. Úgy tudják, most éppen azért, mert nincs rá személyzet a metróvezetőket, ugyanis nem tudták időben betanítani. A felújított orosz metró egy hete állt forgalomba, azóta szinte minden nap gond volt a szerelvénnyel. Először az ajtózáró rendszer hibásodott meg, amiért másnap nem is állt forgalomba a metró, pár nap múlva pedig egyszer csak megállt az alagútban. Aláírásgyűjtést indítanak a baloldali pártok Zuglóban. Azt szeretnék, hogy több parkoló épüljön a Puskás stadionhoz. Ez a kerületrész fizetős lesz, várhatóan ősztől. A stadion tervezője viszont azt mondja, egy város közepén épülő stadionhoz nem kell több parkoló, mert hogy tömegközlekedéssel is egyszerűen el lehet oda jutni. Itt az ostobaság és az arrogancia arénája készül. A szocialisták szerint 200 milliárdért egy probléma halmazt kapnak a zuglóiak a Puskás stadionnal. A majd 70 ezres stadionhoz ugyanis mindössze 550 parkolót építenek. Itt legalább 3000 parkolóhelyre lenne szükség térfelszín alatt. Ahhoz, hogy a közlekedési káosz egy részét legalább a területen belül rendezzék. Aláírásgyűjtésbe kezdünk. A jövő héttől támogatókat gyűjt a baloldali pártok által támogatott képviselőjelölt, hogy megváltozzanak a tervek. Így próbálunk meg nyomást gyakorolni a kormányzatra, hogy változtasson ezen az álláspontján, és megfelelő számú parkolóhelyet létesítsen. Benn van a város közepén, tömegközlekedési eszközzel kell elérni. A tervező Skardelli György szerint nincs szüksége egy város közepére épített stadionnak sok parkolóra. Hát nyilvánvaló, hogyha ez egy zöldmezős beruházás lenne valahol kinn a város határai közelében vagy azon túl, akkor ez valóban így is lenne. Tehát ez egy olyan stadion, amelyet minden tömegközlekedési eszközzel el lehet érni, kötött pályásra és nem kötött pályásra egyáltalán. Zugló polgármestere támogatja az aláírásgyűjtést. A kerületnek egyébként nincs jogi eszköze a befolyásolásra, ugyanis a Puskás stadion úgynevezett kiemelt kormányzati beruházás, vagyis azt csinálnak, amit akarnak. Én azért kíváncsi lennék azokra az érvekre, amik szerint az úgy rendben van, hogy egyetlen egy parkolóhelyet sem építenek, de az fontos tudni, hogy itt az zuglói polgármesternek, az zuglói önkormányzatnak jogi értelemben nincsen semmilyen lehetősége. Karácsony Gergely úgy számol, hogy ősz végén már fizetős lesz a parkolás ebben a kerület részben. Az indoklás szerint azért, hogy több hely maradjon az ott élőknek. A beruházó nemzeti sportközpontok és a kivitelezést elnyerő konzorcium képviselői egyébként hétfőn írták alá a szerződést a Puskás stadion rekonstrukciójának kivitelezéséről. Skardelli György megbízik az építőkben, és attól sem tart, hogy a tervek menet közben megváltoznak, mint a Duna Arena esetében, ahol a valóság köszönő viszonyban sem maradt a látványtervekkel. Ezt azért tartom kizártak, nem mint hogy valami zseniális építész lennék, hanem egész egyszerűen azért, mert ugye tegnap írták alá a szerződést a fővállalkozóval, 3 év alatt meg kell építeni ezt az irgalmatlan nagy épületet, ezt a durván 210.000 bruttó négyzetméteres épületet. Skardelli György azt ígérte, napi kapcsolatban marad a kivitelezőkkel, és szerinte a költségek is tarthatóak. Csak nem 38 millió forintnyi bírságot szabtak ki az autósokra Budapesten, a Bécsi út és a Szépföldi út sarkán. Mindezt 2 hét alatt. Több mint 700-an kanyarodtak be itt, pedig tilos. A 3. kerület fideszes polgármestere szerint, aki nem fizet, annál majd a rendőrség hajtja be a bírságot. Ez az autós még nem tudja, hogy ez a kanyarodás 50 ezer forintjába kerül. Azon viszont már gondolkodhat, hogy befizesse majd a büntetést vagy sem. Tarlós István szerint ne. A jelenleg rendelkezésemre álló információk alapján
arra biztatom azokat, akik ilyen papírt kapnak, hogy a kamera alapján megbüntették 50 000 forintra, ne fizessék be. A főpolgármester múlt héten bíztatta az autósokat arra, hogy ne fizessenek. Én nagyon óvatosan bánnék ezzel a javaslattal. A Total Kár szakújságírója szerint a megoldás a közterületfelügyeletről szóló törvényben lehet. Ebben pontosan rögzítik azt, hogy milyen módon készíthetnek képfelvételeket autósokról, illetve hogy ezeket a képfelvételeket milyen módon tárolhatják, meddig tárolhatják, és mennyi időn belül kell törölniük, illetve hogyan továbbíthatják a rendőrségnek, hogyha az autós nem fizet. Ugyanis, hogyha a felvétel készítése és a bírság postázása között a meghatározottnál több idő telik el, akkor a bírság elméletileg el is évülhet. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága szerint nem lehet csak a térfigyelő kamerák alapján közlekedési szabályszegésért büntetni, arra csak a rendőrségi szabálytalanság kiszűrésére használt kamerával lehetne. Ebben a kereszteződésben viszont csak térfigyelő kamera van. Véleményünk szerint, és a jogászok véleménye szerint is ebben az esetben is ki lehet szabni a büntetést. Ezt már Óbuda fideszes polgármestere mondta, szerinte teljesen jogos a bírság, ugyanis a bekanyarodó autós megszegi a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályokat. Abban az esetben egyébként, hogyha valaki nem fizet, vagy vitatja, abban az esetben a közterületfelügyelet ezt átadja a rendőrségnek. De az is hozzátartozik, hogyha egy szabálysértés bizonyított, akkor ott a büntetést ki kell szabni a rendőrségnek is. A polgármester azt is elárulta, hogy a büntetésből befolyt összeget a közterület fejlesztésére fordítja a felügyelet. Az Óbudai közterületfelügyelet igazgatója írásban válaszolt kérdésünkre. Azt írta, hogy se a rendőrségtől, se a közérdekvédelmi ügyészségtől, se a bíróságtól nem származik olyan irat, ami ezt az eljárást valaha jogszerűtlennek minősítette volna. Megkérdeztük Kósa Lajost is a témában. A fideszes politikus azt mondta, hogy ő mindig befizeti a kapott bírságot. Ha a szabályosan közlekedett, az tök olcsó. Teljesen ingyen van. Én, hogyha ilyen büntetés van, akkor ki szoktam fizetni, azt tudom. Megkérdeztük a belügyminisztériumot is, hogy mi történik azzal az autóssal, aki nem fizet, ám ígéretükkel ellentétben adásunkig nem válaszoltak. Stábunk több mint egy órája állít a Bécsi út és a Széföldi út kereszteződésében. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Bécsi útról ki az, aki jobbra kanyarodik a Széföldi útra, ugyanis ez 50 000 forintjába kerül. A szakértő azt mondta, hogy mielőtt befizetnénk ezt a csekket, mindenképpen egyeztessük egy közlekedési szakjogásszal, ugyanis vannak kiskapuk. Az ATV híradóját Tóth Benyamin tudósította Budapestről. Egyetlen napig volt érvényben az egyik Volán társaság járatain egy furcsa tilalom, amely szerint, ha egy utasnak mondjuk egy 3 órás úton ki kellene menni a mellékhelyiségbe, akkor a busz a pihenő után már nem viheti tovább az illetőt, ott kell hagyni a pihenőben a csomagjaival együtt. Ezt az utasítást adta ki a sofőröknek a közlekedési társaság egyik zalaegerszegi vezetője. Ebben egyértelműen megtiltja a Budapest felé tartó járatokat vezető sofőröknek, hogy az évtizedek alatt megszokott pihenőket ezután is megtartsák. Ezzel arra kötelezték őket, hogy megállás nélkül tegyék meg a 3-3,5 órás utat. A nagykanizsai Szalai Géza a napokban véletlenül tudta meg, hogy hétfőtől mire kell számítani a budapesti buszokon. Valaki vízhajtót szed, vagy idős ember, cukorbeteg, egyéb és Pestre utazik, de lehet ez fiatal is, csecsemővel, vagy kisebb-nagyobb gyerekkel, és hát meg kell állni, akkor, hogy kirakják, hát ez embertelen intézkedés. Az intézkedés a zalakarosi járatokat is érintette. A kedvelt fürdőhelyre nagyon sokan utaznak autóbusszal is. Még nekem, úgy mondom, így fiatalként, hogy nem annyira sok, de egy kis anyuka vagy egy kisgyereknek elviselhetetlen lehet, és mindenképpen kell egy megálló, ahol ki tudják pihenni magukat. A pihenőt tiltó intézkedést a közlekedési cég zalaegerszegi vezetője hozta azt követően, hogy egy panasz érkezett hozzá, mely szerint egy utas állítása szerint azért késte le a csatlakozás Zalaegerszegen, mert a busz megállt útközben. Szalai Géza azt mondta, hogy az utasok mellett a sofőrök is panaszkodtak az intézkedés miatt. Több gépkocsi vezetővel és buszvezetővel beszéltem azóta, ők is föl vannak rajta háborodva, mert tudják, hogy őket is fogják majd inzultálni az utasok emiatt, mert hiszen nem tudnak mit csinálni. A rendelkezést be nem tartó sofőröket az utasítás azzal fenyegette, hogy leveszik őket ezekről a járatokról. A közlekedési társaság levélben válaszolt kérdéseinkre, melyben a menetrend fontosságát emelték ki, és egyben közölték, az utasítás nyilvánosságra kerülését követő észrevételek következtében azt a hatályba lépés napján meg is szüntették, így a korábbi gyakorlatnak megfelelően a zalai járatok ezután is megállnak pihenőt tartani az eddig megszokott helyeken.
Nem szexmunkásokat, hanem tiltott szerencsejátékosokat fogtak el a rendőrök hétfő este Budapesten egy Limbo úti házban. Híradónknak a szomszédban lakó azt mondta, hogy közel van a konyhaablak a másik házhoz, mégsem tudta kibérni azt, a függönyök ugyanis sosem voltak elhúzva. Hétfő délután 15 óra 15-kor érkezett a bejelentés a rendőrséghez, amelyben a telefonáló azt mondta, a szomszédban lévő házból valaki segítséget kér. Nem sokkal később rendőrök lepték el a második kerületi utcát. Ekkor még sokan azt hitték, és az internetes oldalakon is az jelent meg, hogy az egyik házból szexrabszolgákat menekítettek ki. Ezt a rendőrség cáfolta. A Bimbo úti házban egy illegális fogadóirodát működtettek. Az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda személyszabadság megsértése és tiltott szerencsejáték szervezése büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 35 éves tajvani férfivel szemben. A férfit kollégáim őrizetbe vették, és kezdeményezik előzetes letartóztatását. A szomszéd hölgy, aki arra kért minket, nem utassuk az arcát, szemtanúja volt az eseményeknek. Két fiú be volt ide fordítva a fal felé, vagy kínai, vagy nem tudom kicsoda. Ott várakoztak, a többieket itt valahol a hegyen keresték. A fogvatartottakat a rendőrség tolmát segítségével tanúként hallgatja ki. A házban található laptopokat, telefonokat és egyéb informatikai eszközöket pedig lefoglalták. A mögöttem lévő házban tartottak fogva 35 tajvani állampolgárságú nőt és férfit. A szomszéd hölgy azt mondja, hogy az új lakók március óta bérlik a házat, és bár a két ház nagyon közel van egymáshoz, amíg soha semmit nem látott, ugyanis az ablakokon a függöny végig el volt húzva. Magyarországon szerencsejátékot csak a Magyar Szerencsejáték Részvénytársaság végezhet. A sportjogi és adójogi szakjogász híradónknak azt is elmondtam, a szerencsejátéknak nem csak a szervezése, hanem az adott helyiség vagy eszközök biztosítása is bűncselekménynek számít. Mind a tiltott szerencsejáték szervezése, mind a személyi szabadság megsértésének az alapesete 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ilyenkor úgynevezett halmazati büntetést szabhat ki a bíróság, ami azt jelenti, hogy a felével megemelkedhet a büntetés. Az így várható középmérték az körülbelül ilyen 2-3 év lehet legfeljebb. A szakértő szerint a 35 illegálisan dolgoztatott személlyel szemben valószínűleg bevándorlási és állampolgársági hivatal fog eljárni, és idegenrendészeti eljárás keretében kiutasíthatják őket az országból, mivel illegális tevékenységet végeztek. És eddig a híradó, most indul a Start Krug Emiliával és Kárász Fabival, és hogy mennyi érdekesség vár önökre ma reggel 9-ig, azt már is megtudhatják Robitól. Szerusz Robi, jó reggelt! Jó reggelt, Géza, így van, köszönöm szépen! Csak néhány témát emelnék ki, hogy az előttünk álló körülbelül fél órában, 50 percben, mivel is foglalkozunk, és kiket várunk ide a stúdióba. Első vendégünk, akikkel ugye, vagy akivel ugye általában lapszemlézni is szoktunk, Varjú László a DK alelnöke lesz. Azért természetesen a DK alelnöket arról is kérdezzük, hogy a béremelések és adócsökkentések, amelyek egyébként az ellenzéki oldalon is már megjelentek, mint a választási kampány részei, az hogyan csapódik le majd a DK részéről. Aztán egyébként ugyanállatok a híradóban is hallottam vezető hírként, vezető külpolitikai hírként, hogy a mai nappal tulajdonképpen elindult, vagy elindították a britek kilépési folyamatát az Európai Unióból, hogy ennek milyen következményei lesznek, erről kérdezzük majd Gálik Zoltán külügyi szakértőt. Újra terítéken az ügynök törvény, vendégünk lesz ezzel a témával kapcsolatban Hatházi Ákos, az LMP társelnöke, és akkor még gyorsan két témát mondok neked, Géza, meg természetesen a nézőinknek. Szanyi Tibor érkezik hozzánk, az MSZP Európa Parlamenti képviselője. Tulajdonképpen ott nagyon sok mindenről fogjuk majd Emiliával kérdezni, de úgy tudjuk, hogy itt van nálunk a Startban, valamit be fog jelenteni, amit eddig még sehol nem mondott. Hát kíváncsian várjuk majd Szanyi Tibornak a bejelentését. És akkor egy egészségügyi téma. Új korszak kezdődik ugye a fővárosi egészségügyben, erről tegnap is beszéltünk részben, Komáromi Zoltán házi orvost várjuk majd ide a stúdióba, a többit pedig meg majd Emília körülbelül olyan 7 óra után néhány perce vagy 7-8 körül el fogja neked mondani, és a nézőknek, Géza, hogy még kiket várunk ide a stúdióba. Köszönjük szépen, Robi, a kertcsinálót, ez lesz tehát az első másfél órában, a többit pedig majd elmondjuk később. Én pedig búcsúzom, 7 órakor ismét várom önöket, friss hírekkel, tartsanak velünk. Még mielőtt elindulna a Start, megmutatjuk, hogy milyen időre számíthatnak ma, tehát nézzenek bennünket, viszontlátásra.